A téli időjárás beköszöntével érdemes újra áttekinteni, mivel és hogyan kell biztonságosan fűteni. Milyen megelőző, balesetvédelmi szabályokat kell betartani. Mivel gyáron már egy sajnálatos tragédia is történt, a karácsonyi ünnepek közelettével érdemes megszívlelni a szakember tanácsait. Riasztottak minket egy lakástűzhöz, ahol a mincentek alkalmával gyertyagyújtás történt. Ebből kifolyólag a gyertyagyújtásnak köszönhetően, amivel a gyertya felgyújtotta az asztalon lévő terítőt és egy láncreakciót indított el. A tűzoltás után egy holtestet találtunk a kiégett házban. És itt hívnám fel a figyelmet, hogy mivel most az adventi időszak is jön, hogy nagyon ügyeljenek arra a gyertyagyújtásra, és felügyelet mellett csinálják, mivel ez a következménye, hogy azonnal a környező tereptárgyakat a gyertya be tudja gyújtani, hogyha eldől, vagy adott esetben teljesen leég, vagy pedig nem tudom javasolni, hogy fémtálca tegyenek alá, az adventi koszorú alá, és talán megelőzhető a baj, de mindenképpen felügyeletel égessen a gyertyákat. A gyertya meggyújtásakor a csillagszóró használatakor kiemelten fontos a kellő odafigyelés. Elsődleges lett volna a kéménytakarítás, akinek még módja és lehetősége van, azt próbálja meg szakemberre megoldatni. Természetesen ez mellítású a gázüzemű készülékek mellé a CO jelző, de ugyanúgy ez betehető a vegyes tüzelésű kazánokhoz is. Ilyen téren, tehát mindenképpen azt tudom javasolni, hogy mindenki a CO jelzőt szereltesse be a lakásra, vagy vásároljon. Nagyon jó minőségűeket lehet már venni, 10.000 forint fölött már tényleg azt mondom, hogy egy olyan típusú készüléket vesznek, ami már hatásosan tud üzemelni, amennyiben probléma merülne fel, és akkor talán a család is megmenekül. Ebben a hónapban is már volt CO jelzésünk, és a készüléknek köszönhetően a család megúszta ezt a balesetet. A különböző karácsonyfadíszek is esetleges balesetet okoznak, gondolok itt a csillagszórókra. Ezzel kapcsolatban mit javasol betartani? Való igaz, a csillagszórók jelentenek még a legnagyobb problémát, amikor a műfenyőn vagy a valódi fenyőn meggyújtásra kerülnek. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ezt úgy gyújtsák meg, hogy természetesen felügyelet mellett, vagy amennyiben mód és lehetőség van, külön egy olyan tereptárgyon gyújtsák meg, ami azonnal a tüzet nem tudja átvenni, mivel a csillagszóró megközelítőleg 6-7-800 fokon ízik, és azon a tüzet tud okozni az adott családon belül, bár látványos, és ez a karácsonynak a kelléke is. Az égőkre talán még annyit visszatérve, hogy mindenképpen bevizsgált CE minősítésű égőket szereljenek fel a fákra, és adott esetben a házakra. Házaknál vegyék figyelembe, hogy kültéri égősorokat helyezzenek ki, mert az bírja a párát és a viszontagságos időjárást.